Emmanuel Macron francia elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös diplomáciai erőfeszítéseket tett Pekingben a Kínával fennálló kapcsolat összetett akadályainak felszámolására. A tárgyalásokon az európai fél arra kérte Kínát, hogy használja fel Oroszországra gyakorolt erejét arra, hogy az Ukrajnával szembeni inváziót fejezzék be, és vonják ki a csapataikat. Ursula von der Leyen az Euronews riporterének kérdésére válaszolva arra figyelmeztetett, hogy Putyin felfegyverzésének súlyos ára lenne. Kapott-e valamilyen biztosítékot Xi Jinping elnöktől, hogy nem küld fegyvereket, halálos fegyvereket Oroszországba? Valóban, ahogy beszámoltam róla, felvetettem a fegyverszállítás kérdését, és nagyon világos akarok lenni ebben. Az agresszor felfegyverzése a nemzetközi jog egyértelmű megsértését jelenti. Az agresszort soha nem szabad felfegyverezni, és valóban jelentősen rontaná az Európai Unió és Kína kapcsolatát. Ursula von der Leyen az EU-Kína kereskedelmi megállapodás újra tárgyalására is felszólított, amely korábban a két blokk közötti feszültség miatt lekerült a napirendről. A két évvel ezelőtti tárgyalások lezárása óta romlott az európai vállalatok helyzete Kínában. Ez idő alatt azt láthattuk, hogy az európai vállalatok piaci hozzáférése tovább romlott a kínai piacon. Tehát ez az egyenlő versenyfeltételek hiánya. Az a véleményünk, hogy újra kell értékelnünk az átfogó befektetési megállapodást. A Xi Jinpinggel tartott háromoldalú találkozón Emmanuel Macron kiemelte annak fontosságát, hogy a Kínával folytatott gazdasági együttműködés maradjon nyitott, de működjön egyenlő feltételek mellett. Nyilvánvalóan az a vágyunk, hogy ne essünk abba a csapdába, hogy szétválasztjuk a gazdaságainkat, de szektoronként kell megvizsgálni, hogyan javíthatjuk a kölcsönös és méltányos nyitást. A kínai elnök nem reagált nyilvánosan a megbeszélésekre a pekingi tárgyalásokon jelenlévő újságíróknak.